Köszöntjük a mai librettó első vendégeit, Danyi Judit színművészt és Dunai Tamás Jászai Mari Díjas, kiváló művészt, érdemes művészt. De úgy is bemutathattuk volna vendégeinket, hogy Mr. és Mrs. Gips, mert hogy egy házas párt alakítanak a darabban és nagyon jól érezte már magát művész Sikerült a hangulatot ide varázsolnunk a stúdióhoz? Há, Hogyne, hát ez egy fantasztikus hely, helyzet. Ugye a, a, sose gondolta volna az ember, hogy a Just a Love Jericho el fog hangzani ebben a műben. Aztán azt se gondoltuk volna, ami a végén van, tehát nem akarjuk lelőni a poén. Mindesetre valamennyit imádni. mégis, valamennyit Igen, mégis. Például azért arról érdemes beszélgetni, hogy ehhez aztán mindent be kellett vetni, aminek egy színész szóba jöhet -e a pályáján. Tehát a pantomimtól kezdve, az éneklésen, a táncoláson keresztül mindent, de hogy ráadásul, hogyha jól tudom, akkor az állatoktól a kávés mindent a színészek Hát játszol, ennek el. A, a nagy tudója, de annyit azért elárulok, hogy a végén meg szoktuk tapsolni a hangmérnököt is, mert szemekkel figyel bennünket, viszont hónapokig próbáltuk azt, hogy a nem létező tárgyak hogyan kapnak hangot. És ugye moszkvai a rendező, ott ült a hangmérnök Moszkvában, és a magyar hangmérnökkel állandóan online kapcsolatban voltak, hogy akkor most ezt egy kicsit hosszabban, azt kicsit rövidebben, hogy én az első hangeffektust én csinálom, bejövök a színpadra, és egy nem létező labdát fölveszek, kétszer pattogtatok, aminek persze hangja van, elgurítom, hogy áll mégse, majd visszaszedem állok, mint Ronaldo, és rövök egy nagy gólt, amely persze ablakot kap, és akkor az ablak. Tehát rögtön elkezdeni mosolyogni, kacsintani, összejátszani olyan dolgokkal, amik, amik, amik nem léteznek. De a nem létező dolgok és a létező dolgok az egy külön filozófia. Ter Igen, mert ugye a mű elején kacagunk, de aztán hát, a végén már hát nagyon aztán... sokat keresünk azt a bizonyos papír mert hogy Wilder egyik Pulitzer díjas darabjáról van szó, Judit, szeretnék megkérni, hogy egy kicsit foglald nekünk össze, hogy mégis miről szól ez a hihetetlenül összetett és filozófikus és a rendkívül izgalmas darab. Igen, tulajdonképpen, amit a Tamás elmondott az előbb, az nekünk, mint színészeknek is, és, és ugye a hangvérnöknek is technikailag nagyon nehéz szerep, de igazából nem is ez a, tehát ez csak egy eszköz, egy megvalósítási Persze. eszköz igazából az, amit, amit mond, az, az, az a, a fantasztikusan örökérvényű, és mindenkit megérintő, mondhatjuk úgy, hogy bennünket, ugyanúgy a színpadon, mint a nézőket megérintő dolog, hogy nagyon egyszerűen összefoglalva úgy mondanám, hogy, hogy, hogy mi a kulcs az élethez, hogy hogyan kellene leélni az életünket mindannyiunknak, ahogyan azt nem tesszük. És mindezt olyan sűrűséggel és költészettel ábrázolja a, rendezés, így a bocsán, rendezése, ami hát egy felejthetetlen élmény volt, és, és az én pályámon minden esetre egyedülálló, nem csak a vele való munka hanem az, hogy benne lehetek egy, egy ilyen hatásos, letisztult, Fantasztikus előadásban. Egyébként azt egy mondta is, olyan valahol, hogy új perspektívákat nyitott az olvasott Igen. szöveghez képest. Egyébként ez a szöveg nem az eredeti fordítás, vagy amiben eddig szokás volt játszani, hanem azért egy annál még fogyaszthatóbb verzió, hogyha jól tudom. Szóval milyen új perspektívákat nyitott ez az előadás az írott szöveghez képest? Hűha. E Mindenféleképpen könnyen mondható. É, én, tehát, majd én is mondanék igen, valamit erről. Ezt majd át is adom. Benedek ben már fordította eredetileg. Most mi egy orosz fordítást fordítottunk újra magyarra, ami egy hétköznapi nyelv, egy sokkal közelebb áll a beszélt nyelvhez. Mindenki azonnal érti, hogy miről van igen. szó. és ha meg ez nem lenne nyilvánvaló, akkor a, azok a gesztusok és azok a nem létező tárgyakkal való játék az még plusz kihangsúlyozza azt, hogy egy irreális világról van szó, ezt rögtön mindenki tudja. Én ezt mondtam az első próbák után, hogy visszadom a diplomámat, én megyek. Ezt nem tudom csinálni. Plakát, és mert olyanokat kért az íggyel, hogy hogy ne azt jázd, hogy a, hogy az apa mér szomorú a fiával, vagy miért, hanem mutasd föl, hogy milyen az, amikor az apa szomorú a fiával, mondom én plakátot tartsak föl, van Dunai Tamás, aki azt játsza, hogy haragszik az apja. nem tudtam elképzelni, és idő telt el, mire, mire azt a fordulatot átéltük valamennyien, hogy a, a, a létező és a nem létező dolgok ilyen szorosan kapcsolódnak össze, az élet és a halálon túli élet ilyen szorosan kapcsolódik össze. És, és akkor Ugye? térjünk is rá erre, mert hiszen ebben rejlik a filozófiája, hogy, hogy egy olyan egy olyan kérdésről van szó, és szerintem ez mindenkit foglalkoztat korosztálytól függetlenül, a halál kérdéséről, hogy, hogy miért van erre szükség, hogy hogyan jön el, hogy, hogy mit kell jól csinálnunk, hogy mindenkire ugyanaz, a, az a vég vár-e, és hogyha megtehetnénk, hogy visszajövünk a halálból, akkor mit tennénk? Hogyan, és hogyan láthatnánk jobbancság. rá újra a saját Judit hát, hát, igazán... 20 percig ott ül, mint halott a színpadon. Úgyhogy igen. Te így, te igen, tehát hogy, hogy nagyon röviden, ugye az, hogy, hogy, hogyan kellene, tehát ugye, hogy nyilván akkor értékeljük, mint ahogy minden más az életben azt, amink van, amikor már nincs. Tehát, hogy, hogy, hogy az, hogy hogyan kellene élni, azt a legvégén mutatja meg az előadás. Hát most a, a megvalósítását azt nem mondanám el, hogy hogyan, de a mondani valója az az, hogy amiket nem vettünk észre, ugye az életünk során azokat az apróságokat, amik a mindennapi életben örömet okoznak, igazából csak azok a fontosak. És hogy az, amiket a végén a, a, a mesélő elmond, hogy, hogy mindenféle dolog, aminek jelentőséget tulajdonítottunk, féltékenység, szerelem, becsvágy, pénz, hogy azok annyira jelentéktelenek lesznek az utolsó pillanatban. És, és nem is a most, ahogy beszélek róla, most nekem is ott rá ez az lett. Igazából egy annyira ihletett dolog benne lenni ebben az előadásban, ugye ezt mondhatjuk, hát, is, és ihletett pillanatban. És hozott e, egyébként e, személyes rádöbbenést is. Hogyne? Igen, tehát pont ezt akarom mondani, hogy azért egy szerencsés találkozás nekem mindenféleképpen mert nem csak azért, mert gyönyörű az előadás, és a nézők is ott ülnek velünk szembe könnyes hát szemmel. A végén, persze. És férfiak is nem csak nők, hanem, hanem az, hogy, hogy olyan sok minden tanított meg engem is, mint színész, amilyen nagyon kevés volt a pályámon, hogy egy előadásból tanulsz annyit, nem csak a, a munkafolyamatból, mert az éjjel fantasztikusan, tehát nekem, nekem azért volt fantasztikus ez a munkafolyamat, mert az, azért is, mert én először dolgoztam színházban külföldi rendezővel, és az, hogy a tolmácson keresztül kell ugye dolgozni, az is egy, egy, újdonság volt, és az is fantasztikus volt, hogy, hogy egész másra figyel, mint amikor értjük a egymás nyelvét, mert ő, mert ő nem tudja pontosan, hogy mit mondok, de mivel látja, az arc, látja a szememet, és látja az arckifejezést, és érzi ez az, és az aurádat, érzi Igen, a és sokkal sűrűbben de. látja azt, hogy megtörténik-e az, amit kért, Pris, amit ő szeretne, vagy nem, mert sokkal koncentráltabb. Fantasztikus <laughs> művész. <holyán>. Cs <laughs> Bocsánat, csak a rendezéshez, tehát, hogy a Ugye mindenki azt mondja, hogy van egy úgynevezett konferenciá vagy narrátor, vagy rendező, asszisztens, a főszereplő, a sároslaci Laci, akit játszott, vagy a nem tudom, aki itt az élja szétosztotta. Mindenki mond mindent. Mondatok közepén adjuk át egyik valakinek másnak a szerepet az idővel úgy játszik, hogy egy órát állít az el, a darab elején is, és a darab végén is, mikor visszajöhet valaki az életbe. Visszatekeri az órát, milyen dátumot parancsol, ekkor 14. születésnap visszajön. Azt mondtam neki egyik nap, a Adoriani Bálint kitűnően játssza az, fő, az egyik főszerepet, azt mondtam, hogy Bálint olyan vagy, mint Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy? Hát egyrészt hasonlít az arca hozzá, és azt mondja, azért, mert én nekem a gyomtatóatyám azt mondta, hogy ő az, aki az idő kezdete előtt született, mégis időbeli létezést vállalt és ezzel a mondattal és azzal, hogy négy szólamban gyönyörűen énekelünk egy spirituálit a végén, aminek az a cím, hogy Alleluja, és we bring our crazy ne, santu... de hogy nem, jöjjön el és nézzék meg, ne, ez más, mint ha elmondom. Merül, Nem, én akkor is elmondom. We bring our crazy santu Jesus. Tehát oda hozzuk az, az egész életünket neki. És ez az a katarzis, ami eddigi kisvárosunk előadásban nem hiszem, hogy előfordul. Hát szóval az nem az csak nagyon... ez a vidámének van, hanem ez a spirituális négy szóramban, amitől a nem bírom bőgés nélkül a mai napig, nem tudom, hányadik előadás. Én ezt örülök, hogy ezt elmondta, bevallom őszintén. A aztán aztán nem meg, látta Lát, hogy nem mindenki látja az előadást. Nem bírni, mert én ott ülök De nem. ha még láthatsz, hát, ugye. De ez ő, mint halott fülén még. meg bőgök, mint élő. Hát, hát, nem, hát, nem szabad, nekem nem például június 9-én, és a következő évadban is, hogyha jól tudom. Nagyon köszönjük. Reméljük, igen. Akkor csak reméljük. Köszönjük. Mi is köszönjük szépen.